Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai asztrológia szerint. Illetve ez a felvétel két napra szól. Július 14-ére és július 15-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. De vannak más jógák is, mint például az ujjaink jógája. És most szeretnék egy új gyakorlatot bemutatni. Ez segít a gyógyulásnál, különösen amikor a gyomorról, a hasadról van szó, és segít abban is, ha valami téged nyomaszt, nincs megoldás, hogy felszabadulj ezektől az érzelmektől. A hüvelyk ujjat, a mutató ujjat és a gyűrűs ujjat összenyomjuk. A középső ujj és a kis ujj az így kifele marad. Így ebben a helyzetben maradunk néhány percig. A kezedet oda teheted, ahol a hasad van. Nem kell megérinteni, hanem hagyd így ebben a helyzetben az ujjaidat néhány percig. És érezd azt, hogy itt van egy új energia. Közben, miközben ezt a gyakorlatot készíted, lélegezz mélyen be, és lélegezz ki, de nyugodtan. Belélegezni, kilélegezni. Csináld ezt a gyakorlatot. Például így. És miután elmúlt ez a néhány perc, akkor engedd el, és tedd a kezedet a hasadra. Lélegezz tovább. És mikor belélegzel, érezd azt, hogy ez a jó feltöltött energia segít, és amikor kilélegzel, gondolj arra, hogy minden eltávolodik tőled, ami eddig nyomasztott. Tehát újra belélegezni, kilélegezni, miközben a kezed a hasadon van. Lehet a hasadat masszírozni is. Ennek a gyakorlatnak van gyógyító ereje, hogy segít abban, hogy eltávolít bizonyos dolgokat az életedből, ami eddig nyomasztott. A hold. A mai napon az Uttara Sada holdházban van. Ez segít abban, hogy legyenek fontos kapcsolatok, hogy megbízhass valakiben, hogy kialakuljon valami, hogy megkapd az elismerést. Itt most stabilizálódik valami, és a hold üzeni ezt az energiát. Tehát mindaz, amit stabilizálni szeretnél, most a napokban ezt indíthatod. Ami feltűnt nekem a napi horoszkópnál, hogy az ikrek jegyénél több bolygó van, és a nap az indiai számítás szerint, és a bak jegyében is van mozgás, hiszen ott van a hold, Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó. Tehát bizonyos helyzetekben az ikrek jegye, illetve a levegő eleme segít, és bizonyos helyzetekben a bak jegye, a föld eleme segít. De a mai napon van egy kis különbség. Merkur bolygó az ikrek jegyében van. Merkur bolygó jól érzi itt magát, hiszen uralkodik az ikrek jegye felett, otthon van. Ez segít abban, hogy kialakuljanak bizonyos kapcsolatok, legyen mozgás, cselekvés,
beszélgetések, egy előnyös szerződés. Merkur bolygó mellett ott van Vénusz és a Nap, mindkettő segíti Merkur bolygó energiáját. A Nap megvilágít valamit, tisztázódik valami a napokban. Vénusz bolygó utal ránk, hölgyekre, vagy szerelmi témákra. Itt is fontos a levegő eleme, a könnyűség, a játszadozás, a mozgás, a beszélgetések. Mars bolygó az indiai számítás szerint a kos jegyében van. Itt van egy jó kapcsolat Mars és Vénusz bolygó között, hiszen a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, és az ikrek jegye az a levegő eleméhez tartozik, és a tűz eleme, a levegő eleme barátságban áll egymással. És ez a könnyűség, a levegő eleme és a tűz eleme, a lelkesedés, ez segít a szerelmi élet területén, segít a párkapcsolatban. Kell mozgás, kellenek a cselekvések, a kommunikáció, és ez a könnyűség. Azon kívül a szenvedélyek segítenek a szerelmi élet területén. Ha egy bírósági ügyről van szó, vagy egy olyan helyzetről, amit eddig igazságtalannak láttál, akkor meg kell tekinteni Jupiter bolygót. És Jupiter bolygó nem az ikrek jegyével van jó kapcsolatban, hanem a bak jegyével. Tehát a bak jegye ebben a helyzetben többet tud tenni számodra, és segít ezt a helyzetet tisztázni. Itt akkor oda kell figyelni a bak jegyének az energiájára, és itt vannak szigorúságok, de meg lehet oldani a helyzetet. Az a fontos, hogy mások komolyan vegyenek téged, és legyenek céljaid, ne add fel ezt a küzdelmet. És hallgass az érzelmeidre, hiszen Jupiter bolygó a víz elemében van, és ez jelenti az érzelmeket, az intuíciót, de azt is, hogy bíz abban, hogy előre folyamodnak az események. Ehhez jön a bak jegye, hogy ne add fel ezt a helyzetet, ezt a küzdelmet. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Szaturnusz bolygó visszafele halad, és elhagyta a vízöntő jegyét, és a mai naptól a bak jegyében van. Szaturnusz bolygó uralkodik a vízöntő jegye felett, és uralkodik a bak jegye felett is. Tehát van egy Szaturnusz hatás, ami nagyon erős, hiszen Szaturnusz bolygó itt otthon érzi magát. Az indiai számítás szerint a hold szintén a bak jegyében van, tehát ez az energia kihat a napokra, hiszen a hold küldi ezt az energiát. Itt van két különböző téma, a szerelem, ott a levegő eleme segít, és egy bírósági ügy, vagy egy helyzet, ami eddig igazságtalannak tűnt, ott viszont a bak jegye, illetve Szaturnusz bolygó és a hold tud segíteni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos!